Itt lett egy helyen állunk. Tőlünk néhány méterre található a kis szoba, ahol megszületett a 20. század magyar irodalmának egyik vezéregyénisége. Gyurkovics János a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere nyitotta meg a 8. alkalommal megrendezett Szekszárdi Magasiskola, Mészői Miklós Irodalmi Akadémia, Írói Alkotótábor és Mesterkurzust. Ódor János, az esemény szervező intézmény vezetője úgy nyilatkozott, ez nem csak egy íróiskola, hanem annál sokkal több. Itt nem csak írással foglalkozni kívánó felnőttek, írójelölteknek a továbbképzéséről van szó, hanem mint ahogy a névadó is mutatja, tehát maga Mészöly Miklós szellemiségével is szeretnénk megismerkedtetni a hozzánk érkező látogatókat, illetve hallgatókat. Július 12-től egészen 16-ig tart a továbbképzés, ahol az írói stílustól elkezdve a frappáns mondatokon át a bekezdések szerkesztésének szabályaiig mindent megtanulhatnak és megbeszélhetnek a résztvevők. Márton László író, a 2021-es esemény egyik kurzusvezetője úgy nyilatkozott, ez már egy összeszokott közösség, Szekszárd pedig egy kiváló hely. Egy inspiráló légkör. Hát Mészöly Miklós, Babits Mihály, Baka István szelleme itt van, és hogy eleven szellemek is legyenek, húsvéremberekhez kötődő eleven szellemek, arról a meghívott vendégek gondoskodnak, és most nem magamat dicsérem, hanem például azokat, akik eljönnek előadást tartani. Az Alkotói Hét zárásaként Cserepek félálomban című zenés irodalmi estet ad elő Töröcsik Franciska színésznő és Prigel Zsolt a Mészői 100 emlékév alkalmából.